Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Kísérletünkben megvizsgáljuk három anyagként hatását a nátriumkarbonát szóda, nátrium hipoklorid és a trisó kém hatását. Előkészítettük, mint három kémcsőbe tettünk egy pici anyagot, kicsit meghigítjuk vízzel, és összerázzuk, hogy feloldódjanak ezek az anyagok, illetve elkeveredjen. Néhány perc, néhány másodperc is összekeverednek. Nátriumkarbonát mosószódaként ismerős anyag lehet, a trisó pedig vízlágyítóként találkozhatunk vele. Mind a háromnak a kémhatását megvizsgáljuk univerzál indikátor segítségével. És összerázva láthatjuk, hogy megkékül, a hipót meghigítottuk előképpen, hogy ne azonnal érvényesüljön a fehérítő hatása. És akkor láthatjuk, hogy mind a háromban kék, illetve zöldes színre színeződnek. Ezek azok a színek, amelyek a univerzál indikátornál a lúgos tartományt jelentik. Tehát mind a három anyag lúgos kém hatású, a nátriumkarbonátban a karbonátionok lépnek reakcióba a vízzel, és ezért hidroxidionok keletkeznek. A nátriumhipokloridban a hipokloridionok vesznek fel a víztől protont, és hidroxidionok maradnak. A trisó esetén pedig a foszfátionok veszik át a víztől a protont, és a vízből megmaradó hidroxidionok túlsúlya miatt lúgos kémhatású oldatot kapunk. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!